friss zöld borsó a gyártó szalagon a nyírszőlősi Bondu előzemben. Itt pedig már konzervdobozban zárva. A francia vállalat 1992 óta van jelen Magyarországon, 2013 óta pedig a megyében. A nyári betakarítási időszakban mintegy 300 embert foglalkoztatnak a gyárban. A szezonális foglalkoztatási forma ugyanakkor évről évre nehézséget okoz. Ezen is segíthet az az úgynevezett paktum szervezeti megállapodás, amelyet a megyei önkormányzattal és a kormányhivatallal kötött a cég. Abból látjuk a lehetőséget ez a megállapodás kereteiben, illetve a segítségével, hogy stabilizálhatnánk a munkaerő felvételünket és a munkaerő megtalálását is, akár képzésekkel, akár a munkaerő fejlesztésével, illetve mindezekről tudnánk ismereteket cserélni környező vállalatokkal, akik szintén a keret megállapodást aláírták. Mint az együttműködésről szóló dokumentum szerdai aláírásán elhangzott, az elmúlt években folyamatosan javult a foglalkoztatási helyzet a megyében. Ezt a tendenciát valamelyest megtörte a járványhelyzet, és több helyen nagyobb lett a munkaerőkereslet, mint a kínálat. De lassan visszáll a pandémia előtti helyzet. Vannak olyan cégek, vállalkozások, akiket jobban megviselt ez az időszak, a jellegükből adódóan. Ugye ezért is volt az ágazati bértámogatási program, hogy segítsen átvészelni ezt az időszakot, de nagyon sok olyan vállalkozás is volt a megyében, akik bővölni tudtak, akik tudtak új embereket fölvenni. Tehát én azt gondolom, hogy összességében elmondható, hogy stabil a megyei munkaerőpiac. Mi azon vagyunk, hogy minél több munkahely legyen, minél több cég tudjon bővíteni. Ez nyilván a cégek is kell, de mi a magunk részéről minden támogatásnak kívánunk ehhez adni. A megyei önkormányzatnak ez már a 35. paktum szervezeti megállapodása. Ilyen munkaügyi támogatása az idén kezdődő Európai Uniós költségvetési ciklusban közel kétszer akkora összeget költhetnek, mint eddig. Összességében ez majd 9,6 milliárd forint lesz, amit a következő 7 évben munkaügyi paktumokra tudunk fordítani, munkaügyi paktum pályázatokra tudunk fordítani. Képzési programokra, munkába járás támogató elképzelésekre, illetve olyan konkrét fizetés kiegészítésre, vagy a fizetés egy részének az átvállalására, amik a munkába állást segítik mind a vállalkozóknak, mind pedig a munkavállalóknak. Annyi változás lesz ugyanakkor, hogy a térségi paktumok megszűnnek, egy megyei szintű fogja majd össze ezeket. A cél viszont továbbra is a megye munkaerőpiaci helyzetének javítása marad.